Jól látszik a képeken, hogy a vakolat már mindenhol lepotyogott a régészeti múzeum épületéről. A csupasz falak, a kidőlő, előregedett ajtók, ablakok jelzik, hogy 10 éve nem nyúlt hozzájuk senki. Most azonban elindulhat a felújítás, jelentették be hétfőn. Az épület külső homlokzata felújításra kerül, nyílászárok teljes körűen megújításra, kicserélésre kerülnek, a tetőszerkezet, a héjalás, új fedéskap ugye teljes körűen ki lesz cserélve, belső oldalról a belső udvarnak a felújítás is megtörténik, a burkolat szinten, a térlefedés ugye sajnos nem tud megvalósulni ebből a projektból, viszont a belső tér, a földszint teljes körű felújítása meg fog történni, illetve ami fontosabb, az emelet is, ahol a kiállított tér kerül, közel 400 négyzetméteres kiállított tér kerül megvalósításra. Egy kávézót is kialakítanak a belső udvarban, ami akkor is fogad vendégeket, amikor zárva tart a múzeum. Egy 2016-os pályázati forrásból indulhat most a munka, a terveket 2020-ban készítették el. Miután ez összeállt, ez a tök új projekt, tehát gyakorlatilag a támogatási szerződésen át kellett vezetnünk. És miután azt mondták, hogy addig nem állunk neki ezt a forrást nektek lekötni, amíg nem mondjátok azt, hogy tényleg van kivitelező. Miután ezt megcsináltuk a saját oldalunkon, és tavaly nyár végére a kivitelező meglett ennyi eljárásban, azt követően tudtuk beadni a támogatási szerződés módosításokat, és az a régi kvázi, már azt mondom, hogy elbukott top keret, visszahozatalára adott így lehetőséget a pénzügyminisztérium. 1,3 milliárd forintból újítják fel az épületet, ami műemlékvédelem alatt áll. Ezért mindent az eredeti állapotába állítanak vissza. Az önkormányzat egy 60 milliós tartalékot képez a beruházáshoz. Ebből fedezik az esetleges áremelkedések miatt megemelkedő költségeket. A régészeti múzeum épületét egy év alatt hozzák rendbe a Széchenyi téren, Pécsen. A kivitelezés ezen a héten kezdődik a tervek szerint.